Jó napot, kedves nézőközönség! Én Matabarna vagyok, és ez itt a Crusader Kings 2-től Rebirning következő része. A legnagyobb, hogy emlékeztek, átmentünk egy halomszaron, miután többé-kevésbé egyesítettük Svédországot, 100 függésbe kerültünk, amiből kiszakadtunk, miután a 100 királyt Widukindot megpucsoltattuk a régi 100 királlyal, Teoderikkel, aki valamiért most trónkövető, mert visszafoglalta a trónját. Akitől azután elszakadtunk, aztán megtámadott minket egy idejúra háborúban ezért. Eközben pedig a világpolitika, what the fuck, a koroningok irányítása megbomlott Francia fölött, az egyik oldalon a Nibelungingok átvették a hatalmat, a másik oldalon pedig Nagy Károly hatalomon maradt, de egy elektív monarchiában itt rákényszerítettek a hüvelyesek, és Roding fog valószínűleg hatalomra kerülni. Az Abbaszida kalifátus rohadt módon megbomlott, igazából arra látok esélyt, hogy a hamarosan trónra kerülő Harun ar-Rasid valamennyire újraegyesít ide. Igazából csak advezetéshez ért és gyáva szóval ő maga sereget ez nem igazán tud, szóval ja, majd meglátjuk. A Langobárdok királyságú megbomlott rohacsok ideje polgárháborúban vannak, ráadásul még bizánci is elkezdte őket begyűrni. A kazárok pedig bevették lényegében Örményországot és létrehoztak ott egy edesszai kaganátust. Úgyhogy ja, ez történt. Ja igen, és van egy független bevandid az zoroasztrista szatrapánk Észak-Iránban. Úgyhogy ja, ez érdekes lesz. Ja igen, és a muhallabidák felszabadultak Egyiptomba az Abbaszida uralom alól. No, ami mondtam, megtámadtak még ezek a rohadszászok, úgyhogy ezekkel hamarosan elbánunk, közben meg föllázottak a hűbéreseink is. Pontosan a Schleswigiek és a... Ki ez a högne? Ja, a Vélendiek, oké. Okay. Nem tudom, melyik háborúban nem hívtam be a hűbéreseimet, de most behívom őket. És én nem mondom, hogy kimegyünk és Jutlandon szétverjük. Hogy is hívják? A... Schleswigi főnökünk. Hazai bázisát. Azok ott kik? Ó, oh, Blázdok, oké, okay. Leverjük őket. Aztán már valaki jött fosztogatni. Ja, itt van Skon, amit nem vettünk be, és ahol adnak a Roladénnek a testvére, nem unoköccse. Unoköccse uralkodik. Oké, okay, meglépett. Onnan viszont nincs menekvés, szétszedjük. Megtámadott minket azt Jélandi herceg. Torolfr, Parolfr, ez a betű mindig megkavar, ez P-nek írod, de azt hiszem T-nek ejtett, de ebben nem vagyok biztos. Na mindegy, ebben a háborúban is beívom a műbéreseimet. Oké, okay, jobb a military techünk. Ez mindig jó. Ott vannak a szászok. Hogy ott vannak a szászok, akkor ősz inkább szétverem a hallandiakat, akik nem tudom, hogy mibe harcolnak ellenem. Ja, azt Jelendal vannak, oké, okay, szétszedjük őket. Aztán visszajövünk és megvárjuk, hogy a szászok átjöjjenek, hogyha annyira akarnak. Vagy átmenjünk mi? Ez a 20-án leépnek volna, mi 25-én odaérünk, hogyha 20... Ki tudjuk azt valamit söpörni azt 200 embert, miért még gond lenne. Ja, nem fordult meg, oké. Okay. Oké, okay. Megosom mondjuk Szélándor, semmi gond. Azt a 300 szerencsétlen remélem ez az 1800 ember majd bezúzza. Ki tudok nevezni egy új parancsnokot, ki legyen az. Te leszel az. No. Ja igen, és közben ezek a rohadt százok lenyúlták a svéd királyság címét, azt majd valamikor eltrombitorlom tőlük. És közben rohadt módon megöregettünk, keresünk magunknak valami hajat, mert kezdünk hülyén kinézni. Ah, mindjárt jobb. Várjunk, lássuk, hogy van esetleg valami jobb, valami gyönyörűbb. Ah, tökéletes. És egy jó kis fonott szakáll, olyan jó vikingesen. Nem is hiszem el, hogy nem lett villás szakállam szörnyű. Legyen ez. Ha jól látom, ott körülbelül 1800 ellenség van. Mindkét seregünk igazából elvír velük. Azokat, ha jól látom, mennek szétcsapni a lázdók között. Ja nem, ez nem a lázadók, ezek a szkónaiak, akik beléptek gondolom Szijelán mellett. Ja. Ezeket brutálisan bedaráljuk. Annak ellenére, hogyha együttműködnének az ellenségeink, akkor szét tudnának minket szedni. Bízok benne, hogy ezt a csatot megnyerjük. Oké, okay, Szijelán bevéve. Azért megyek, segítek a biztonság kedvéért. Oppá! Oké, okay, úgy látszik, hogy annyira szétcsesződött a szuniták befolyása, hogy már most elkezdtek föllázadni a síták. A síta kalifátus Mezopotámiában fog felemelkedni, a Damaszkuszida. Oké, okay. A Damaszkuszida dinasztia alatt, tehát ezt a királyságot követelik maguknak itt. És igen, csak a Deiura királyságot veszik be, ha jól emlékszem. Ebből, amit ténylegesen meg fognak kapni, az, amit Abbaszidák irányítanak, tehát eltekintve ettől a pár független sejkségtől minden. Meg eltekintve ettől, amit az edesszai kaganátus irányítás alatt áll. Hol van ez a tyuszt? Ja, ott verik szét éppen a lázdókat.
Hát én nem is kellek, de ezeket itt viszont szétszedem. Ezeket ábrukat nyerjük. Igazából a szászok lehetnének veszélyesek, de tudom, hogy nem azok. Teodarin nem olyan a hadvezeti képessége és a hadserege, mint Vidukinnak volt, aki elbírt velünk. Viszont lehetséges, hogy Nagy Károly ki fogja használni ezt az alkalmat és lekaszálja a szászokat. Hogyha vége lesz a tűzszünetének. Ó, ráugrottak a mindenféle szlávok a frankok keleti tartományaira. Oké, nagy frank birodalom szétesik. Konkrétan. Szörnyű, de ez van. Na vissza Szielandra, hát ha megint a szászok offenzívába akarnak kezdeni. Elveszik a kedvüket. Oké, ott harcolnak a lázlóim, valami remek. Én itt vagyok. Szap. Ez a nagy függetlenség jábúra hamarosan visszaér. Véget ér, úgy értem. Oké, kinevezem a parancsnokaimnak Ragnart és Porfint. Mármint Torfint, vagy mi a fene vagy te. Ragnarnak úgy csárt, hogy tanul egy kis hadviselést. Oké, megszálljuk Fünbe is a törzset, utána megyünk át Jutlandra. És hogyha akarnak jönni a százak, akkor jöjjenek. Közben pénzünk jön be, szerencsére. Ó, 1700 száz és Holstein, ebből 1500 a száz. Oké, beveszünk Jutlandot, Fünt és megyünk északra. Oké, ennyit a szielandi háborúról. Kapjuk a ifjúséget, meg minimális mennyiségű pénzt. Oké. A százak elkövették azt a hibát, hogy nem ássák be magukat arra a szigetre, amit elég lenne megtartaniuk, mert az a vorgól, úgyhogy bezúzzuk őket. Viszont először átjövünk ide és innen megyünk át Uplandba. És akkor nem kell folyón keresztül támadnunk. Ahogy elnézem, a százak nem menekülnek, bár még gondolom nem látnak. Most már látnak. És Holstein vezeti a csapatokat. Ja oké, a százak hűbéresei is benne vannak áborúban. A lázdást megnyertük. Aztán ilyenkor tudok visszavonni területeket, szóval... Ja, jogosan vissza tudom vonni. Számüzletem? Csak 20-szal vinnél le, hogyha elkoboznám az összes birtokát és számüzném a fenébe, ezt meg fogjuk tenni. Tőled elkobzom vérrendet. El tudom kobozni Mörét is, nem csak egyet tudok elkobozni jogosan. Oké, egyőre megtartjuk. Oké, ezeket bedaráltuk, a... Jobb szárnyunkon kicsit gond volt Torfén alatt, de végül nyertünk. Mivel Ragnar jobb hadvezér, mint én, ő fogja ezen túl vezetni a seregzőmét, és én leszek a jobb szárnyon. Oké. Okay. Jobb tech, az mindig jó. Ezeket szétszedtük. Na menjünk Szászországba. Meglátogatjuk őket. És följebb visszük a... Hogy is hívják ott? Törzsi szervezettséget, és így már tudunk majd törvényeket bevezetni arra, hogy hogyan adjanak csapatokat a seregünkbe a hűvereseink. Oké, okay, kigyógyultunk a betegség... Nem, lebetegedtünk, ami azt illeti. Szupi. Igen, és most már tudok ténylegesen felemelni csapatokat a hűvéreseimtől. Majd hamarosan bevezetem az adókat is. Elvesztettem a bátorságomat, ami hát szar, de 53 évesek vagyunk, már úgyse húzzuk sokáig. Pozitív gondolkodás jót tesz. Hamarosan a feleségünk 16 lesz és hozzá, és el tudjuk venni, szóval szupi. Ez a rohadék meg úgy megtámadott, hogy eljeztem a fia, amal az unokáját. Na mindegy, szálljunk meg Holsányt és fosszuk ki a fenébe. Bár tudom, ebben a játékban nem lehet egyszerre fosztogatni és megszállni, mert logika. Na jól látom, a frankok nagyjából urai a helyzetnek a keleti határon. Oké, okay, nagyon nem urai a helyzetnek a keleti határon. Meghaltunk. Az örökösünk pedig nem más... ...mint Ragnar Lodbrok. Oké, okay, az volt az ambíciónk, hogy legyen egy címünk, most már van. Az lesz az ambíciónk, hogy mi legyünk a svéd királyok, beteljesítjük azt, amit a fater akart. Mármint amit mi akartunk a faterral. Lőjünk magunknak valamiféle hajat. Gyönyörű, dicsőséges. Van még valami... Ó, oh, még szebb. Úgy, tökéletes, és... Várjunk, what the... Melyiktől lesz szűrös vállam? Ott szűrös vállam, látjátok? Wow. Oh fuck, be kell hívnom újra a hűbéreseimet, mert ugye a fater mellett léptek be, és nem mellettem. Fuck. Nem tudom beívni a hűbéreseket akkor, amikor már csapatokat szolgáltatnak nekem.
és azt ugyebár alig szolgáltatnak. Úgyhogy... pénzt akarok, vagy inkább... Akarjunk először pénzt. Közepes adókat szavaztatunk meg. Oké, Holstein megszálltuk, hazaviszik a hadsereget. Le is bontjuk őket a fenébe. 133 ember maradt, ennek nem mi leszünk a parancsnokai, mert akarom, hogy kinyírjanak a 333 szaros emberünkkel. Aztán összevonjuk a csapatainkat Skónéba. Egy 1200-as hadsereg. Nagyon nagy szarba lennénk, hogyha most a százok teljes haderejével kéne szembenézünk, de azt ugye már bedaráltuk. Nem nomináltam magam helyett örökös, nem is tudom, mert nincsen rokonaim, akik élnének. Ki kell nevezni egy új marsalt, mert az eddig én voltam, ki is neveztem. Oké. Ez a 300-as, aki is kell nevezni egy új tábornokot is. Te vagy az, Birger. Majd kell ülnöm pár ágyást, hogy biztos ne adjon ki a ház puszta kötelességből. Toljunk egyet az ostromkészségünkben, ez fontos lesz, amikor elkezdünk majd fosztogatni, hogy gyorsan be tudjuk venni a gazdag városokat és el tudjunk húzni a fenébe, mielőtt odaérne a Caroling Doomstack. Na, irány Szászország újra. Ez az rögtön nem akar békét kötni? Nem, de ebből sok pénzem fog jönni. Oké, bevezettük az adókat. Azért nem vagyok benne biztos, hogy kimondottan kedvelnek engem. Ezt a vén szerencsétlen lehet, hogy inkább el kéne engednem, de... Én nem vagyok annyira kegyes. Lehet, hogy ki kéne inkább végeznem. Na, azt nem fogadnak el. Ja, mert nem ellenem lázadtan a fater ellen, azt hiszem. Ja, nem, mert egyszerűen nem fogadják el, hogyha kivégzek valakit. Viszont vissza tudom vonni a birtokait. Jelenlandot visszavonjuk. Már úgyis utál is börtönben van, hamarosan meg fog halni. A fiával majd elbánunk. Legyünk szent harcosok, mert gyakran fogunk keresztényekkel harcolni, amikor fosztogatunk. Ez a... hogy is hívják ellen? A szászok ellen nem segít, mert ők ugyebár ugyanolyan germánok, mint mi. Oké, ez a fazon, akinél növelem a kapcsolatokat, már nagyon szeret, ez ki is? Á, ez a götlandi fazon. Jaj, csak hogy rohadt öreg, tehát hamarosan meg fog halni, csokra megyek vele. Viszont a fazon, akit lecsuktam a faterral, ő engem nem utá... De. Never mind. Oké. Okay. Növeljük kapcsolatokat ezzel a fickóval itt. Jó. Megszálljuk Hamburgot. Majd megdobjuk a csapatokat is, amiket követelünk a jövéreseinktől másleg. Vannak egyébként fogjaim? Ja igen, ez a fazon itt. Ó, oh, meghalt a börtönömbe, szupi. Ki tudok megtámadni a szielandiakat? Mert gyenge joga van a birtokaikra. Ennek a hübéresemnek, aki... Ja, aki a hübéresem, oké. Okay. Ja, de szieland, hogy is hívják, hercegség, tehát elszakadna, hogy átolnám a jogait. Ezt majd akkor tudom, amikor én leszek a svéd király. Aztán, amikor végeztünk Ábrúval, megtámadjuk itt a lapföldi jegesmedvék végtelen urát Trüggvét, és utána kikiáltjuk magunkat svéd királynak, királyoknak, ha meg lesz a pénzünk. Oké, okay. Százas a warscore, követeljük a kárterítést, ami jó sok, halleluja. Vége a háborúnak. Tartsunk egy nagy blótot, ami rögtön felviszi a népszerűségünket. Emberi áldozat sajnos nincs. És felállítunk egy rúnakövet, ami... Beszéljen rólam. Beszéljen... A... Beszéljen a fizikai erőnkről. Emberi áldozat ugyebár nincs. Ezt szerencsétlen le tudnám csukadni, de nincs okom. Nincs. Izé... Mi ez? Ó! Oh, az egyik rabszolgát áldoztuk föl. Oké, okay, megteszi. Ja, kicsi államadóság, nem fogunk belehalni. Igen, államadóság a vikingeknél. Mi ez? Á, oké, okay, Tudmund szeretkezik valakivel a sarokban. Jó. Nem mondok semmit. Oké, okay, mindenki kedvel. Áldoztam az isteneknek, szuper morál. Bravo, én vagyok a legjobb király. Mert Jarl.
És kész a kő, kaptuk belőle 3 prestige és 2 diplomáciát egy 2 évig. Mi az? Én vagyok Sigurdr és Elfjörd fia. Blablabla, ja. Orm vágta a követ, mármint Orm faragta a követ. Olyan erős volt, mint 10 ember, szuper. Valak prestige, jobban kedvelnek a hűbérsek, ez eléggé fontos, hogy is hívják között. Fogányok között, viszont... What? Ja, legalább egy aranyba kerül az építkezés, oké. Majd építek pár hajóépítőt, mert vikingelés hamarosan, hamarosan kezdődni fog. Ami azt jelenti, lehet, hogy még ezelőtt a nagy leigázó háború előtt elmegyek vikingelni Velencébe. Aztán már tudok vikingelni ilyenkor. Ja igen, te mész Bizáncba. Te hozz össze csapatokat, ami azt jelenti, kiképezni kellett volna küldem, de mindegy. Te meg szerez nekem fanatikusokat. És az új tábornokom te leszel. Amikor éppen nem térítesz. Na, Sudermanlandban mi abidő, akármi is legyen az, építünk egy hajóácsot, amihez nincs meg a technikunk, csak a fővárosban. Ja, mert nem tudom terjeszteni a technológia növekedést. Tudom, le tudok valóban telepíteni skandinávokat? Nem, oké. Építsd a legendámat. Szilándot majd valamikor másnak beverjük valószínűleg. Na, gyerünk, jöjjön már szeptember. Addig begyorsítjuk az időt, mert úgyse csinálunk semmit effektíve. Oké. Van egy pár fosztogatónk. Oké, tudjátok mit, elmegyünk vikingelni. Összehívjuk a hadsereget. Ja, csak 1400 embert tudok szállítani akkor vissza. Ez eddig, 1454, mennyit tudok szállítani? Pont 1400-at, rátok nincs szükség. Na, olyan szép, hogy rátok nincs szükség, ti őbérseimtől jöttek. És az első nagy vikingelés célpontja... Az első nagy vikingelés célpontja, kik a fucking tábornokaim, hogy ennyire nem tudom őket kinevezni. Várjunk, ezt hogy is tudom megnézni? Itt tudom megnézni. Ja, mindenki csinál valamit. Mennyibe kerül egy tábornok kinevezése? 5-6 aranyba. Oké. Oké, te vagy az új tábornokom. Várjunk, mindjárt ki is nevezem. Megtalálom a kezelőfelednek megfelelő részeit. Nem téged váltalak le, mert te vagy az egyetlen, aki tényleg tud jönni tábornokoskodni. Oké. Az egyetlen probléma az, hogy kicsi a család. Na. Megyünk és kifosztjuk Velencét. Naggyal kell kezdeni. Másnak van közben valami drasztikus adalom átvétel, ha jól látom, nincs igazán. Tényleg Lombardiában mi a helyzet? Ja, még mindig a bretonok fogják örökölni. Bizánc 1300 emberrel rohangászik. Éppen ikonoklaszt a lázdás tört ki. Ja igen, mert ugye föl beortroxizáltak. Nem tudom, miért látom Konstantinápolyt. Ja, mert ott a kémesterem, azért látom, oké. Okay. Velencemásnak azért jó... Velencébe vár van, what? Várjunk, what? Oké, ütünk, Velencébe vár van. Katar eretnekek bevették Velencét. Ejha. Akkor most keresnem kell egy másik gazdag városállamot, akit be tudok zúzni. Bár... Másik város Velence. Oké, bezúzzuk Velencét, de ki tudom mostanulni ezt az erődöt. Mi ez? Mi az, jön egy öreg ember, akinkor vadászunk. Mész sört kér, és arról beszél, hogy... Van egy aranyjal töltött kút. Azt mondjuk, hogy ez Odin volt. Leszarjuk. Vagy... Megmondom neki, hogy hülye, hogy miért hisz istenekben. Odin volt. Megyünk, keresünk meg a kutat. Hazamentek a fosztogatóim. Azért a többiek fosztogatáson maradtak, ugye? Nem tudom úgy, hogy hogy mentek haza, amikor éppen meddünk Velence felé fosztogatva. Na mindegy. Oh fuck, ott egy felemelt 900-as hadsereg, azt nem fogom tudni ledarálni parraszállásból.
Oké, okay, fosszuk ki a Amalfit, és reméljük, hogy a bizánci válasz elég későn érkezik az, hogy, hogy visszafussunk a csónakjainkra, hogyha gond van. Oké, okay, van egy új spymasterünk, mármint egy kémmesterünk. Na persze, és most otthon kaptunk fosztogatókat. Jelenleg nem fosztogatók, ezek a legenda miatt jöttek. Na, és fosztogatunk. Ez ilyenkor úgy működik, hogy ugyebár ugye a tartománynak van egy meghatározott loot szintje, és, az, és abból valamennyi el van zárva a városokba. Tehát le tudod lootolni 300 ember a tartományról, amennyi, le tudsz lootolni minden tartományról 300 emberrel, de ami városokban van, ahhoz ki kell ostromolnod a városokat. Azért kell az ezres hadsereg, és nem elég egy 300 fős kis fosztogató alakulat. A bizánciak a jó adom sereget kezdtek gyűjteni, viszont a várossal végeztünk, a loot megvan, úgyhogy visszamegyünk a hajókra, ezzel a hajóink félig megteltek. Még eléggé kicsi ugyebár a flottánk. Menjünk és fosszuk ki. Rómát azért hardcore lenne, fosszuk ki Orbetellót. Mert csak simán ki lehet fosztani Rómát, nem segítenek a katolikusok a pápának. Szélandban öröklés történt. Majd azt mondom, hogy öröklés tört ki. Szép is lenne. Tényleg, amúgy történetom hívni az udvarban? Nem. Kiházasították valahova. Oh fuck, itt a pápai doomstack. A pápát megfutamítottuk. Oh fuck, vissza a hajókra. Ennyit a nagy itáliai hadjáratról, bye. Megyünk haza. Remélem ennyi időt azért valami katonát kiképeztek. Oh persze, otthon van plusz 1400 emberünk. És ez a fazon már nem utál minket. Oké, okay, a százon megtámadták a frankokat. Megint. Az jó lesz. Azon nem volt zenyém véletlenül korábban? Na mindegy, most már lehet, hogy azt jelentiak elbitorolták, amikor ment a nagy lázadás. Ó, a cseh megették a morvákat. A zavar kaganátus pedig meglepő módon fönnáll, mármint zavar kánság most már. Ez nem kaganátus volt eddig? Na mindegy. Az edesszai kaganátus pedig védekezik egy bizánci szent háború ellen. Nem, ami azt illeti, egy örmény lázdó ellen. Ha jól látom, ő lázdó lehetett korábban. Oké, okay, azhoztunk egy valak pénzt. Na most! Azért nem akarnak kimenni ennek a szerencsétlennek, mert nem tudom, hogy mennyi katonája lehet. 400, 1000, 1400, 1600. Mondjuk, hogy 2001 néhány száz katonája van. Ja, az kicsit sok. Még várunk, hogy egy kicsit helyrejön a hadseregünk. Ide a prestigeünkből építünk egy fegyverkovácsot, és építünk egyet ide is, vérrendbe. Ami azt jelenti, nem, itt rendben vagyunk nagyjából. Építsünk egyet vérrendbe, ja. Jürlandban pedig építünk egy piacot. Ó, oh, Schleswig élére megválasztották a Szélandit? Oké. Okay. Oké, okay, hazamentek a legendánk miatt érkező csapatok. Ebb van. Toljunk egyet a kastélyaink infrastruktúráján, már mennyire vannak kastélyunk, és toljunk egyet a nehéz gyalogságunkon, mert a seregem, ha jól tudom, szinte exkluzívan abból áll. Bár azt nem tudom, hogy pontosan hol tudom megnézni. Ja, rohacsó nehéz gyalogosunk van, az a lényeg. Na jó, fogjuk rá. Ezek most fosztogatók, vagy... Nem, ezek nem fosztogatók, oké. Okay. Oké, okay, fanatikusok. Ez 1400 plusz ember a hadseregünkhöz. Megtámadjuk a... Medve, akármicsodát. Ezt a fazont, aki lenyúlta a lapföldi jeges medvéket. És én mindig nem tudunk ugyebár örökös kinevezni, mert még nincs örökösünk. Még 5 év, amíg felnő a lendő feleségünk. Addig remélem, hogy Teoderik meghal. Skóna belépett a háborúba. Oké. Okay. Ez megnehezíti a jürlandi csapataim bevonását. Értük küldöm a flottát, mert azt hiszem Skandináviában körülbelül csak nekem van flottám egyelőre. Tengeri arc nincs a játékban, ez azért jó, mert rohadt nagy előnyöm van. Sokkal gyorsabban mozog a hadsereg egy flottával, mint szárazlábon. Én nem mondom vagyok, hogy először szétverik a szkónai beavatkozókat, és utána megyünk a lapjeges medvékért. Egyesüljön a két sereg, és támadjunk. Oké, okay, szkónai hadsereg bedarálva, ami mások szintén azért is jó, mert fucking Skóna, be akarjuk őket majd verni valamikor. A fővárosa itt van Medelpadban.
Az is maga 47 éves, tehát nem fog túl sokáig élni azután, hogy levertük. Aminek határozottan örülünk. Oké, okay, kész van a piacunk. Ó, 2000 ember. Először ostromoljunk. Utána leverjük ezeket a szerencsétleneket. Jó. Mi is jobbak vagyunk a stratégiába. Kaptunk plusz egy katonai skillt. Már 32-es katonai skillünk van, ez nagyon jó tábornoki skill egyébként. És nem csak tábornoki, ez beleszól abba is, hogy hány katonánk lehet. Ha jól tudom. Nem tudom, hogy hol írja a modifierokat, azt hiszem beleszól. Igen, 110%-kal növeli a katonai potenciálunkat lényegében. Arról is beszéljünk, hogy szintén megdobja a technológiai növekedés, azért tudok ilyen gyorsan haditekeket fejleszteni. Na. Vérrendben ostromolnak ezek a rovadékok, értünk, megyünk, hogyha gond lesz, de szerintem ezt 100% nyertünk. Oké, okay, hadsereget lebontjuk. Teodorik 6-ban áll, ezért nem tudom elkövetelni tőle a címét, ami eléggé hülyeség, mert ő indította a háborút, de mindegy. Tehát így lényegében hadüzenetekre el lehet kerülni, hogy követeljék a koronádat. Na jó, de hajó építőt ugyebár nem tudok építeni. Építsünk egy földvárat ide, meg a fővárosunkba. A technológia meglehetősen lassan fog terjedni sajnos fővárosunkból. Ugye még 100 éve még a nagy viking kor, az a viking kor jön, ami az alapjátékban van, ami az Old Gods kiegészítőnél volt, hogy mindenki dobálja össze-vissza a flottáit. Velencét igazából be tudnám, hoppá, meghalt a velencei herceg. Igazából a Vencét azért nem tudtam bezúzni a legutóbb, mert parraszállás gondokat okozott volna. Lássuk, hogy esetleg eltűnt az 1001 néhány száz ember, aki ott volt. Bár igazából az a probléma, hogy pártok alakulnak közben az országban. Leginkább azért, hogy vigyem lejjebb a fennhatóságomat. És lehet, hogy szétkének csapnom köztük valahogy, de nem tudom, hogy tudnék kiprovokálni egy lázdást. Anélkül, hogy vészesen meggyengíteném magam és kockáztatnék. Meglehetősen sokat. Szászország ellen nem tudok. Ja, de tudnék leigázó háborút indítani, hogyha nem lenne egyezve a... Nem lennék én egyezve az unokájukkal. Oké, okay, kezd kicsit veszélyes lenni ez a párt. Öröklés történt Szászországban, tehát hamarosan meg lesz a... Hogy is hívjákunk? A... B. A... Na, mindjárt mondom. A szövetségünk, amint házasodunk. És... Hermann svéd király, aki... Mi a fenét is birtokol? Az egy tartomány birtokolja. Azt kérde, hogy vigyük, hogy azt akarja, hogy följebb menjen a koronai fennhatóság. Hát nem fog. Majd elbitarlom tőle, amikor lesz pénzem. Bővítenünk viszont egész szépen halad föl, és most megszavazzuk, hogy... Ja, már hadóznak, oké. Okay. Megnöveljük a törzsi übereseink által küldött csapatokat törvényben. Ez ki fogja verni a biztit, és lehet, hogy többen belépnek a pártba, viszont szerintem lehetőséget is ad nekünk arra, hogy leverjük a pártot, hogyha föllázad. Van zsoldoság, amit fel tudnék venni? Hát nincs igazán. Milyen harci nomád harci bandák vannak. Ja, harci játékok, oké. Okay. Oké. Okay. Könnyű csatározók, mint a legutóbb. Tovább mennek a dombra. És kerüljünk mögéjük, igen, támadjuk meg őket hátulról. És vesztettünk. Meglepő módon. Minimális mennyiségű presztízst. Oké, okay, új. Egyházi vezető, már mint amennyire ez egyháznak nevezhető. Oké, okay, te menjél ki és vagy Eke, vagy mi a fene, vagy mindig megzavarnak ezek a rohadt umlautokkal. Sosem látom, hogy melyik az umlaut és melyik ez a weird karika vagy akármi. Oké, okay, ez a fazon már egyre jobban kedvel minket. Növeljük kapcsolatokat azzal, akit most leigáztunk, mert neki nagyon sok birtoka van a birodalomban. Ja, a birodalom, a járságunkban.
Oké, a szászok össze-vissza harcolnak és legyőzték végül a frankokat, viszont kitört egy lázadás, feltételezem Widukind fia, nem, a holsteiniek vezetésével. Közép-Frankiában még mindig Károly uralkodik. És olybán tűnik, hogy meg tudja választani a fiát Odgerit. Wow, Odgeri, oké. Okay. Legitim Karolin névnek hangzik. Oké, okay, háború, kitorlázdás, a párt föllázad. Ez tényleg veszélyes. Ez nem a Schleswigi rohadék? Nem, ő már meghalt. Jöjj egy másik rohadék. Neki de aztán nagyon ott a birtokot, a szerencsétlen. Na mindegy. Azért, hogy kitört egy lázadás, benne van egy valag emberünk, némelyik udvaroncunk is. Hagyjuk, hogy föllázadjanak, fölemeljük a seregeinket. Ezzel a kettővel Jüllandon fogunk egyesülni, és az uplandi flottával hozzuk ki őket. A maradékkal megpróbálunk egyesülni Uplandban. Oké. Okay. Ah, remek, kaptak random event csapatokat a lázadók, ez van. Viszont a meglévő übéreseinkkel növeljük kapcsolatokat tovább. Ha leverem ezt a lázadást, akkor annyi birtokot el fogok követelni mindenkitől. Elvesztünk egy kisebb csatát az egyik éppen összeálló hadseregünkkel. Szétszedjük azokat a lázadókat ott. Itt szedjük szét azokat a lázadókat. Vesztergenannak van kikötője? Van, oké. Okay. Bedobjuk ide a másodlagos hadsereget, beavatkozunk a csatába, ha tudunk. Vagy legalább elvágjuk az ellenség menekülését. Oké, okay, beavatkozunk a csatába, segítünk az üldözéssel, jó. Jövünk ide, és utána megtámadjuk azt 1300 embert ott. Veled szintén nevelünk én a kapcsolatokat. Az alapjeges medve pásztor természetesen föllázott ellenem, oké. Okay. Kapunk csapatokat a lázadók ellen. Mörében megverjük ezt az... nem, ott verjük meg ezt az 1400-as sereget. Akkor Mörében verjük meg, vagy Tiusztban. Tiusztban van egy kis gond. Jó, hozzuk erősítésként a 400-at. Ez a 300 második része lesz. Na jó, nem már, az már van, de mindegy. Mit őszintén nem tudom, hogy miért hívnak 300-nak, komolyan, szünet! Miért hívnak egy filmet 300-nak, ami nem 300 katonáról szól? Na mindegy. Mi akkor is a 300 folytatása? Azokat ott leszedjük. Megint csak 1000 lázadó. Ó, menekülnek Norvégiába, üldözzük őket. Azt hiszem, hogy ez megállít? Leszarom az országhatárokat! Kapitulál? Nem. Ó, megtámadta a szkónai szerencsétlen. Szét fogom verni az ő hadsereget is, hogy gond van, szóval nem kötünk békét azért, mert megtámadott valaki. Jó, hadsereget bedaráltuk. Megyünk és megszálljuk Jemberarlandot, vagy mi a fene ez, és megpróbáljuk elfogni a lázadás vezetőit, aki jelenleg otthon üdül. Meg akar ölni az egyik hűvéresem, azt azért ne csináld, kérlek. Oké, akkor le foglak csukni abba a pillanatban, hogy vége a háborúnak. Nem hiányoznak a csapataid. Milyen tervez? Hányan vannak benne? Nem tudjuk. Nem látunk olyat, aki benne lenne a tervben. Jó, oké, mester, gyere haza, teleportál ide Bizáncba, és deríts ki, hogy mi a fene itt ügyködik. Itt olyan politikai tisztogatást fogok rendezni, mikor végre lesz a háborúnak. Oké, úgy látom, a lázadók egyesítik a félelmetes 400 fős hadseregüket. Nem tudom, miért nem kapitulál ilyenkor másleg. Nem is tud kapitulálni, mert Skónia megszálltak egy birtokot ott. Legyen jobb a védelmünk és a morálunk. Oké. Okay. Megyünk és szétverjük a szkónai hadsereget azon a szigeten. Törzsi hadsereget fölemelhetnék, de most nem akarok előni 500 presztist arra, hogy 2000 embert kapjak egy olyan háborúban, amit már megnyertem. Bár lehet, hogy akkor le tudnám csukni gyorsabban állét, és akkor az jó lenne nekem. Na, ott a szkónai hadsereg, lekaszálom őket. Oké, okay, lekaszálom őket ott. És tudok házasodni a leendő feleségemmel, ezt jól megaszontam.
ami meg fogja dobni a Prestige-en, mert én nem vagyok király, az ő apja pedig hivatalosan az, Vihiman. Kegyetlen Vihiman. Oké, ez a übére sem jogot akar fabrikálni a királyságomra, azért ne csinált. Szupi, neki van agya, ő megteszi. Kapjunk bőle pénzt, mert az nincs. Be tudnám hívni a szászokat, de nem kell. Skóna ellen talán. Oké, a háborút megnyertük. Lázás vezetői lecsukva. Ezt itt visszavonom.